puszta. Nagy üzem volt a férfi kosárlabda együttesnél az elmúlt napokban, előbb Budafokon lépett pályára a Blue Sharks az NB1B-ben, és váratlan 88-83-as vereséget szenvedtek a nyíregyháziak az újonc otthonában. A szakmai stáb nem is ment el a találkozó mellett szó nélkül, nem tetszett a vezetésnek a játékosok hozzáállása. Alapvetően Roy Keane-nek a szavai jutnak eszembe, amikor azt hiszem mindenki tudja, hogy ki ő, amikor azt mondja, hogy bemegy a Manchester United öltözőjébe, és sírós gyerekeket lát, akik valami miatt megsértődnek, összevesznek valakivel, és akkor azt mondják, hogy ők nem fognak 100%-kal dolgozni. Nevetséges. Úgy gondolom, hogy mi is hasonló szituációban vagyunk. Ki kell alakítani a hierarchiáját ennek az új csapatnak. Bizonyos emberek nem nagyon tudják elfogadni azt, hogy valamilyen szinten változott a csapat összetétele és szerkezete, és nem találják meg a helyüket. Viszont azt kell megérteni, hogyha komoly terveik vannak a sportpályán és a sport hivatásában, akkor a helyekért meg kell küzdeni. Azt nem ingyen adják, hanem azt ki kell harcolni, és a hierarchikus rend sem úgy alakul ki, hogy az edző megmondja, hogy ki lesz a legerősebb, ezt önmaguknak kell kiharcolni. Két nappal a bajnoki után már HEP kupa mérkőzést vívott a Blue Sharks, és maga biztosan nyerte az NB2-es Sunshine Nyíkse ellen, ezzel tovább jutottak a cápák. A keretet igyekszik megerősíteni a szakvezetés, így a napokban szerződést kötött a klub az amerikai Kale Lockyval. A 196 cm magas és több poszton is bevethető játékos korábban az amerikai egyetemi bajnokságban kosarazott. Több mint 100 kiló, és mi azt hittük, hogy nem erős, de erős. És hogyha felveszi az edzés ritmusát, illetve az edzettség állapota is olyan lesz, hogy a maximumot tudja nyújtani, akkor mindenképpen fog segíteni a palánk alatt is nekünk. A héten nem játszik bajnokit a csapat, ezért szerdán felkészülési találkozót vív a Gárda Tiszaújvárosban. Legközelebb az NB1B-ben a Vasast fogadja a Nyíregyháza október 16-án.